Idén nyáron is megszervezték Kartalon a Karitász tábort. A két hét alatt összesen 100 kartali hittanos gyermek vehetett részt a foglalkozásokon. Július 13 és 17-e között az első és második osztályosokat, míg július 20-tól 24-ig a harmadik, negyedik és ötödik osztályos gyerekeket várták a Mindenki parkjában. 9 órakor kezdünk reggel, és akkor reggeli gyülekező, népsorolvasás, reggeli, utána pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel egy jó óra hosszát, utána átmennek a templomba, két csoportra osztva, hittanórát tartanak nekik, és gitáros énekeket tanulnak. Szinte minden nap egy rövidebb vagy hosszabb időre átmennek a gyerekek a hitoktatókkal a templomba. Néha én is ott vagyok, egy nap kezdetkor, vagy éppen a tábor végén, majd a tábor záró szentmisén. Mert hát így igaz, ez összetartozik, az egész ötlet annak köszönhető, hogy Jézus szeret minket. Tehát ebben a táborban Jézus is jelen van, őt testesítjük meg mi felnőttek, és ezt az örömöt élheti át, mint csoporttársa, Jézus csoporttársa minden gyerek. És talán ebből nő majd ki a templomi közösség is még jobban, mint eddig. Ebéd után kézműves foglalkozásokkal várták a kicsiket. Minden nap más-más vendég érkezett a táborba, így a gyerekeknek nem csak festeni, színezni, gyurmázni volt lehetőségük, de megismerhették például a szalmafonás, csúhébábú készítés, szövés vagy a nemezelés rejtelmeit is. A közösség, tehát itt az, hogy mennyi mindent, mert nagyon sok mindent csinálnak a gyerekek, pedagógusok, hitoktatók segítségével, de a legfontosabb az, hogy együtt lenni. A Jézushoz tartozás és a Jézushoz tartozókkal való együttélés, ez nagyon nagy élmény lehetett mindig, az Ószövetség idején ugyanúgy, mint az apostoli közösségben, és a mai napig is ez így van. A tábor egyik legjobban várt eseménye a babati kirándulás volt, ahol többek között lovagolni is lehetőségük volt a gyerekeknek. Mindezeken túl idén egy új programot is beépítettek a szervezők a menetrendbe. Fogyatékosokat hívunk meg az egészséges gyerekek közé, hogy az egészséges gyerekek lássák, hogy nem csak egészségesek vannak a községben, hanem vannak olyanok is, akik hát, valamilyen fogyatékkal érnek, és arra szeretnénk őket rávezetni, hogy hát van, akinek balesetből van neki beleszületett fogyatékossággal él, és van, akinek betegségből eredő fogyatékossága van. Hogy a gyerekek valamilyen formában ezt tudják kezelni, ezt szeretnénk úgy bevezetni, hogy ezt minden évben, minden táborban. Ha ez fog sikerülni ebbe az évbe, akkor minden évben meg szeretnénk ezt csinálni. Thank you.
A tábori étkeztetéshez az önkormányzat a Karitász rendelkezésére bocsájtotta az óvoda konyháját. Az ebédet a konyhai dolgozók készítették. A szülők anyagi támogatása, valamint a hívek által adományozott zöldségek és gyümölcsök ugyancsak nagy segítséget jelentettek a tábor lebonyolításában. A mindennapi teendőket idén is a pedagógusok és a Karitász tagjai látták el. A foglalkozásokat általában a pedagógusok és a ifi karitászosaink vezetik. A általános iskolának az alsó tagozatos pedagógusai a főnökök, és a ifiseink a kisfőnökök a gyerekek szemébe, a konyhai és egyéb teendőket pedig a Karitász tagjaink végzik el. Ez közel 10 fő, aki minden nap itt van és a gyerekek rendelkezésére áll. 2013. augusztusa óta, akkor volt az első tábor, és azóta itt vagyok. Nagyon jó a hangulat, igazából megéri, tehát úgy újraélem a gyerekkoromat igazából, én sosem jártam táborokba, de itt is táboroznak érzem magam, és vigyázzatok gyerekekre, és nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy megéri. Hogy érzed magad a Karitász táborba? Nagyon jól, tényleg. Ez nagyon jó itt lenni. És mitől jó, mi tetszik benne? Hát, hogy így játszunk, tanulunk, meg hát sok minden. A Kartali Szent Erzsébet Karitász csoportnak már a tábor utáni időszakra is vannak tervei. Erre az évre tervezzük még, hogy a községünkben levő fogyatékosokat, az kicsi, nagy, felnőtt vagy gyerek, azoknak szeretnénk egy napot szervezni itt a Mindenki Parkjában. Nagyon remélem, hogy sikerülni fog, és hát támogatást is kapunk hozzá, külső támogatást legfőképpen, és a fogyatékosok is nagyon jól fogják érezni magukat.